25 évvel ezelőtt megalakult a Baranya Barátainak Köre Egyesület, ahol hagyományá vált, hogy minden év október utolsó csütörtökén tagtársaik vagy felkért előadók beszélnek meghívott vendégek előtt szakmájuk hivatásuk aktualitásairól, élenjáró gyakorlatáról. Ez alkalommal Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, onkológus orvos, az MTA doktora érkezett a meghívásukra Pécsre, és tartott előadást az onkológia jelenlegi állapotáról és a fejlődés lehetőségeiről. Jó hírekről számolt be. A daganatos megbetegedések Magyarországon is, de az egész világon folyamatosan emelkednek. Emelkedő előfordulás mellett a rákhalálozás Magyarországon stagnál, vagy kismértékben csökkent. Ez mindenféleképpen a magyar onkológia jelentős sikere. A baráti kör egyik alapítója Mayer Mihály nyugalmazott megyéspüspök, a jelenlegi tiszteletbeli elnök Felföldi László pécsi megyéspüspök nagyra tartja az ilyen hosszú évtizedeken át sikeresen működő a közgyógyszolgáló szervezeteket. És ez a baráti kör is valójában ez szorgalmazza, hogy meglássák azokat a kihívásokat, azokat a pontokat, amire esetleg rá kell irányítani a társadalomnak, a helyi vezetőségnek a figyelmét, mert ott a közösségért, az egyénért, a családokért tudunk tenni. Minden, ami ezt szolgálja, abban én boldogan részt veszek. A mára 30 fős társaságuk tagjai azok a megyéből elszármazott barátaik, akik hírnevet szereztek Pécs városának és Baranya megyének. Ilyen például Dunai Tamás színművész, vagy dr. Góglő Árpád, dr. Kádár Béla miniszterek, Ribli Zoltán olimpiai bajnok, és még sokan mások, mondja Kurucsai Csaba, az egyesület elnöke. Az egyesület alapításakor pont az a cél, hogy akik a városból, a megyéből eltávoztak, és sikeres életutat futottak be, de már nem feltétlenül a napi gyötrő munka a feladatuk, hanem éppen az, karitatívak lehessenek, szakmai embereket tudjanak támogatni, stb. És van miről beszámolniuk, és van mit egybetartani, és valakinek bemutatni, hogy milyen a sikeres életút. Ezek voltak, akik össze lettek hívva. A baráti kör tagjai évente kétszer találkoznak, és ez alkalmakkor cserélik ki gondolataikat Pécs városa és a megye felzárkózásának esélyeiről és lehetőségeiről, tette hozzá az elnök. Az ünnepi találkozónak Pécsen a Domkőt áradott otthont.